A külső szigetelés és a vakolás elkészült, a hőszigetelt nyilánzárok a helyükre kerültek. Már látszik, hogy milyen lesz az új bölcsőde Tiszadadán. Egy csoport szobában várják majd a gondozók azt a 12 kisgyermeket, akik birtokba veszik jövő nyártól az intézményt. A települési önkormányzat központi támogatást kapott az építkezésre, mondta Mizser polgármester 35 perc című műsorunkban. Ez 160 millió forintos beruházása a településnek, és ezt az állam száz százalékba támogatja, és ami még nagyon jó, tehát ez átolt szettik, tehát a játékoktól, az eszközöktől, a, tehát gyakorlatilag az elejétől a végéig csak áll, birtokba kell lesz venni majd a településnek. A kézmosót szerelik fel a szakemberek az új bölcsődében. A vállalkozó ebben az évben befejezi a belső munkákat. A tereprendezés és a külső befejező munkák után várhatóan koran nyáron adhatják át az új intézményt. A bölcsődére azért is szükség van, mert egyre többen dolgoznak a településen. A képviselő testület tagjai a rendszerváltás óta nem veszik fel a tiszteletdíjukat, és ez benn marad a nagy kalapba, valamint minden intézményt úgy próbálunk működtetni, hogy a, a minimális létszámmal, sajnos, de nagyon odafigyelünk arra, hogy ne herdáljuk el azt a kis pénzt, amit tudunk, valamint minden intézményünkön napelemek vannak, és próbálunk több intézményünkbe apríték kazánnal, fűtünk, és próbálunk abba az irányba elmenni, hogy egy ilyen önfenntartó településmodellt alakítsunk ki. Ez 2010-ben kezdtük el ezt az önfenntartó településmodellt, és elkezdtünk úgy gazdálkodni, hogy minél több mindent meg tudjunk termelni, valamint a közmunkának értelmet adjunk, tehát ahogy szokták mondani, ne csak vizet gerebiézzünk a közmunkásokkal, hanem valami értelmes termelő munkát folytassunk. És így alakult ki, hogy van az önkormányzatnak 33 hektár szántóföldje, amin gazdálkodunk, van 4500 tojótyúkunk, amik, amikkel a tojásából száraz tésztát gyártunk, ami napi 10 mázsa száraz tésztát tudunk előállítani. Nemrég egy almali üzemet is létrehoztak Tiszadadán, a fejlesztéseket folytatják, most azt tervezik, hogy új helyről, Tiszadobról vezetik át az ivóvizet a településre, hogy javítsák annak minőségét Tiszadadán.